Önök az M-Plain Televízió csütörtök esti híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Legfontosabb híreinkkel kezdünk. A megye második Széchenyi programirodája nyílt Sátoraljóújhelyen. A városi költségvetés kulturális és közművelődési fejezeteiről tárgyalt a Sárospataki Humán Bizottság. A távoli Madagaszkár keresi a kapcsolatot a sárospataki oktatási szakemberekkel. A megye második Széchenyi programirodáját nyitották meg Sátoraljóújhelyen. A kirendeltség munkatársai az új Széchenyi terv nyertes pályázóinak nyújtanak segítséget, illetve a következő uniós ciklus pályázati forrásainak lehívásában közreműködnek majd. A három munkatársa felálló Sátoraljóújhelyi székhelyű iroda a Zempléni térség vállalkozóit, civil és önkormányzati szektor képviselőit várja a Széchenyi téren. Az országban 41 Széchenyi programiroda működött eddig. Az ömében megyeszékhelyeken felállított tanácsadói pályázati adminisztrációt segítő információs hálózat új tagja a Zempléni Széchenyi programiroda, melynek központja Sátoraljóújhelyen van. A kirendeltség megnyitóján a térség országgyűlési képviselője az információ megszerzésének gyorsan helyben elvét emelte ki, amely a pályázatok sikerességének kulcsa lehet. Az elmúlt őszön határozott kéréssel fordultam ismételten a miniszterelnöki hivatalhoz, hogy nyíljon meg egy olyan iroda, ami látható a városban, látható Zemplénben, hiszen ez az iroda nem csak Sátoraljóújhely és a Hegyköz vállalkozóinak az igényeit fogja kielégíteni, hanem ha kell, akkor akár Cigándra is kitelepülnek, akár Sárospatakra, az polgármesteri hivatalba, hogy minél közelebb hozzuk a lehetőségeket a vállalkozókhoz, a polgárokhoz. A programirodának a Sátoraljóújhelyi önkormányzat biztosította a helyét. A városban így újabb lehetőség nyílik arra, hogy a vállalkozók és a civil szektor képviselői forrásokhoz jussanak, és megvalósítsák saját területük fejlesztési elképzeléseit, mondta Szamosvölgyi Péter, a város polgármestere. Humán pályázatban is közreműködnek az itt lévő szakemberek, aminek eredményeképpen a vállalkozások több pénzhez jutnak, tehát fejleszteni tudnak, a fejlesztés okán viszont munkahelyekre lesz szükség, vagyis fölvesznek dolgozókat, ezáltal csökken a munkanélküliség és nő az egzisztenciális biztonság. A non-profit jelleggel működő iroda célja és feladata, hogy a gazdaság szereplőinek nyújtson segítséget abban, hogy uniós pályázataik támogatást is kaphassanak. Az iroda munkatársai ráadásul a pályázat teljes ciklusát végigkövetik. Segítsék a forrás felhasználást, azokat a problémákat, amelyek miatt esetleg megrekednek a projektek, a projekt megvalósítás során segítik azokat a problémákat, megoldják, olyan hasznos tanácsokkal látják el az érdeklődőket, akár egy kifizetésre vonatkozóan, akár egy időszaki beszámolóra vonatkozóan, ami dokumentáció nélkül a pénz nem hívható le, vagyis nem jutnak hozzá a támogatáshoz. A Sátoraljóújhelyi kirendeltség három munkatársa, a humán erőforrás, a gazdaságfejlesztési, a turisztikai, a környezetvédelem, illetve az energetikai pályázatokban nyújtanak segítséget. A biztos költségvetési alapot a kormányzat intézkedései nyújtják, és a kulturális intézmények kedvezőbb finanszírozása miatt is a korábbinál jobb költségvetési helyzetre számíthat Sárospatak városa 2014-ben, hangzott el a Humán Bizottság ülésén. A tervezett hiány alig éri el a 30 millió forintot. Szvitankó Tamás arról is beszámolt, hogy idén három óvónő készül nyugdíjba a Karolina óvoda és bölcsődéből. Az intézmény vezető előre gondolkodva már intézkedett a kiváló pedagógusok utánpótlásáról. A kormányzat intézkedéseinek és az adósságkonszolidációnak köszönhetően az elmúlt évekhez képest jelentősen alig a tizedére csökkent Sárospatak városa költségvetésének tervezett hiánya 2014-re. A Humán Bizottság részletesen tárgyalta a költségvetés első olvasatát, amelyből kitűnik, hogy a közművelődési és kulturális intézmények a korábbinál magasabb állami támogatása miatt is kedvezőbben alakul a költségvetése a városnak. A tavalyi éveket, ha számba veszem, akkor 300 milliós hiányokról beszéltünk. A mostani hiány a jelenlegi álláspont szerint nem ér el a 30 milliót.
és még most is változnak ezek a számok, hisz az állami támogatások mértéke a kulturális intézményeknél is változik. Így például ugye a múlt évben átvettük a képtárnak a üzemeltetését, a tavalyi évben 6 millió forint állami finanszot kaptunk rá, ez az idei évben 6,7 millió forint, tehát változnak a számok, de nagyon jó évnek jelenlegásban nézünk elébe. A képtárat üzemeltető Sidinfo Kft. Üzleti tervét is tárgyalta a Humán Bizottság. A társaság a stabil működés és a lehetséges nyereségesség érdekében több intézkedést is tervez. Ilyen, hogy a nyitvatartást heti 4 napra korlátoznák, illetve egyes időszakokban bejelentkezés után fogadnák a vendégeket. De üzleti tervük bevételt termelő eszköz vásárlását is tartalmazza, amelynek megvásárlásához a képviselőtestület felhatalmazása szükséges. Az éven 3 pedagógus vonul majd nyugdíjba, utánpótlásukról már most gondoskodnak. Tavaly évben kértek 3 közfoglalkoztatotti létszámot, ezt meg is kapták, de már úgy gondolkodtak, hogy ezek a emberek, akik oda jelentkeztek, szakalkalmazottak tudnak lenni, hisz pedagógiai végzettséggel rendelkeznek. Tehát úgy néz ki, hogy a 3 nyugdíjba vonuló óvónő helyett megvan az utánpótlás. A bizottság meghallgatta a Művelődésháza és Könyvtára idei terveit is, amelyből kiderült, hogy az intézmény számos nagy rendezvényt tervez, többek közülük az új Makavesz térre. A Fidesz fél a baloldali összefogástól, ezért mocskolódó, lejárató kampányba kezdett, állítja Szabó János. Az MSZP Sátora-Jaújhelyi szervezetének elnöke az elmúlt hetekben lezajlott 2 szocialista lakossági panasznapot továbbra is sikeresnek értékeli, annak ellenére, hogy a Fidesz azt állítja, voltak, akik durva válaszokat kaptak az egyik aktivistától. Szabó János szerint nem igaz, amit a helyi Fidesz állít. Azt mondja, az MSZP-s panasznapok jó hangulatúak voltak, annak ellenére, hogy úgy véli, a jobboldali aktivisták a másodikon szervezetten vettek részt. Az ugyan előfordult, hogy Palic István, helyi Fidesz vezető, egzisztenciálisan sakban tartott alkalmazottai közül elküldött ide 2-3 embert, akik elmondtak 2 mondatot, amiből sikerült is egyet a televízióba leadni. Ővelük természetesen nem fogunk egyetérteni, nem is kell mindenkivel, és nem is kell mindenkit meggyőzni. Azt gondolom, hogy az embereknek a 85%-a látja, hogy az országban rossz irányba mennek a dolgok. Szabó János szerint a Fidesz helyi elnöke rágalmazást követett el legutóbbi sajtótájékoztatóján, amikor felolvasott egy idézetet, ami állítólag egy MSZP-s aktivista szájából hangzott el a panasznapon. Az Újhely Sétáló utca az előkelő szülők és a vezetők nyomorék gyermekeinek készült, hogy verjék a fejüket a falba, amíg várják az anyjukat. Nem tudom, hogy van-e erre bizonyíték. Ha van, akkor kérem, hogy szedjék elő. Amennyiben tiltott hangfelvétel történt, abban az esetben is az a személy lesz bajban, illetve amennyiben nincs semmiféle hangfelvétel, akkor pedig alaptalanul rágalmaztak valakit. Egyébként nem tudjuk, hogy kicsodát, tehát ebben a szobában, ahol a panasznap történt, zajlott, és a beszélgetések zajlottak, nem hangzott el semmiféle, mit csak hasonló sem. Arra reagálva, hogy a helyi Fidesz elhatárolódásra kérte Szabó Jánost az MSZP miniszterelnök jelöltjének a párt kongresszusán elhangzott mondataival kapcsolatban, a szocialisták helyi vezetője azt mondja, Kövér László köteles beszédéből a helyi Fidesz szervezet nem csinált akkora ügyet, mint Mesterházi Attiláéból. Mesterházi Attila beszédével kapcsolatban már Sátora-Jaújhely város polgármestere is kérdést tett föl a Facebookon keresztül, amire én visszakérdeztem, hogy hogy van az, hogy pont egy olyan polgármester kérdi meg, egy olyan fideszes polgármester kérdi meg ezt, aki a legutóbbi önkormányzat ülésen még igencsak szorgalmazta, hogy esetleg vissza lehetne állítani a párbajokat, amelyek erdő szélén karddal, vagy pedig lőfegyverrel zajlottak, és ezzel lehetne vitás dolgokat eldönteni. Ő ezeket békeidőknek, vagy valami hasonlónak nevezte, én elhatárolódnék ettől a kijelentéstől, és ezt várnám a helyi Fidesz csoporttól is, hogy határolódjon el ezektől a megnyilvánulásoktól és kijelentésektől. Szabó János idézte a Magyar Szocialista Párt közleményét, amely szerint bíróság előtt kell felelniük azoknak, akik tényként állítják, hogy másra reagált Mesterházi Attila, mint amit hallott. A Fidesz helyi elnöke szerint Szabó Jánosnak és az MSZP-nek önkritikát kellene gyakorolnia, mert az elmúlt napok nyilatkozatháborúja tragikomikussá kezd válni. Tragédia azért, mert az MSZP a ráereszkedő vöröslő körben kigúvat szemekkel
vadul hadonászik a kezében lévő kötéllel, igyekszik valakit vagy valamit elérni vele. Komikus azért, mert kevés kalambófilmet néztek, és a nagy mesterkedésükben önmagukról megfeledkezve tulajdonképpen az előző sajtótájékoztatón elhangzottakban saját maguk bevallják és bizonyítékát adják annak, hogy az általam idézett mondat több más ilyen mondattal egyetemben, hiszen ez csak a jéghegy csúcsa volt, bizony-bizony elhangzott. Palic István szerint ezt egyébként a Fidesz is tudja hitelt érdemlően bizonyítani. A párt helyi elnöke szerint az MSZP-nek nyilvánosan bocsánatot kellene kérnie minden nyomoréknak nevezett gyermektől és szülőtől. Schweitzer Tamás a kommunizmus áldozatainak emléktáblájánál reagált a helyi szocialista politikus szavaira. A fideszes képviselő azt mondja, sajnálja, hogy Szabó János nem határolódott el az MSZP kongresszusán történt vitatott eseményektől. Nem is csodálkozom ezen a kijelentésen, hiszen egy csöndes önkormányzati teremben 3 méterre nem hallja meg a mondat értelmét, akkor hogyan hallaná meg egy kongresszusi bekiabálásokkal teli csarnokban, hogy mit mondott a pártvezére. Schweitzer Tamás szerint Szabó Jánosnak, aki a Magyar Kommunista Párt jogutód szervezetének képviselője, nincs erkölcsi alapja, hogy az új helyi polgármester korábbi párbajozással kapcsolatos kijelentését akár csak kommentálja is. Magyarország történetének elmúlt 50 évében, amire én emlékszem, csak a szocialistáktól és a kommunistáktól kaphattunk kötelet, kivégzéseket, tankokat, illetve szemkilövetéseket, ahogy a mögöttem álló tábla is ezt bizonyítja. A 19. században viszont a párbajt becsület és férfiasság dolga volt. Schweitzer Tamás szerint azzal, hogy Szabó János nem határolódott el az MSZP kongresszusán történtektől, bizonyságát adta, hogy azt a politikai kultúrát támogatja, amit a szocialisták próbálnak ráerőltetni az országra. Hozzátette, ha ő baloldali szavazó lenne, ezúttal tartózkodna a voksolástól, mert ilyen vezetőt nem szeretne. Mese, mese, mátka címmel rendeztek mesetalálkozót a sátoraljaújhelyi óvodák a Magyar Nyelv Múzeumában. Ez volt a 10. jubileumi alkalom, amikor maguk a gyerekek léptek színpadra. A program ötletgazdája egy évtizeddel ezelőtt Szabóné Németh Klára volt, és a rendezvény házigazdája azóta is a Széphalmi Kazinczy Kerti óvoda. A mesetalálkozó 10 éves történetének felelevenítésével kezdődött a jubileumi rendezvény Széphalomban. A programnak kezdetben a Kazinczy Kert óvoda, majd a Széphalmi Művelődési Ház adott otthont, az utóbbi években pedig a Magyar Nyelv Múzeumában rendezik. Szamosvölgyi Péter amellett, hogy köszöntötte az óvoda pedagógusokat és a gyerekeket, beszélt az újhelyi óvodákban zajló munkáról is. Minden szülő, aki bármelyik tanintézménynek adódában, sátorban, a gyerekét beiratja, teljesen nyugton lehet attól, hogy nem csak odafigyelnek a gyerekére, hanem fejlesztik. Nem csak fizikailag, hanem szellemileg is. Ilyen ez a mai nap is. A rendezvényt Szabóné Németh Klára hívta életre egy évtizeddel ezelőtt az óvoda akkori vezetőjének, Marosi Györgynének a támogatásával. A mesetalálkozónak már a kezdetek kezdetén is az volt a célja, hogy a gyerekek megmutassák, milyen ügyesen énekelnek, verselnek és mondanak mesét. A gyereknek a mese az a lét eleme. Az életét tulajdonképpen mesevilágban éli a mesén keresztül, lelkileg, érzelmileg egy biztonságot nyújt neki, mert mindenki számítható. Nem beszélve arról, hogy amikor már ilyen színvonalasan színpadra is tudják vinni, akkor pedig annyira bele tudja magát élni, hogy megszűnik számára a külvilág, és ez nem csak a léleknek, hanem a szellemnek is építő eleme. A rendezvényen a 10 év alatt rengeteg mesehős kelt életre a gyerekek előadása által. A jubileumi programon is a 7 színvirág óvoda valamennyi intézményegysége képviseltette magát. Amíg a gyerekeknek ez egy játék, nekünk ez egy nagyon szisztematikusan felépített tanulás, hiszen azt szeretnénk, hogy a gyerekek bátor kiállásúak legyenek, hogy az iskolába menve ne féljenek majd, amikor egy feleléshez föl kell állni, hogyha egy iskolai ünnepségen esetleg verset kell mondani, vagy a kórusban énekelni. Az óvoda meghívta a sátoraljaújhelyi általános iskolák pedagógusait is, azért, hogy a tanárok lássák, hogy a gyerekek hogyan szerepelnek, és mennyire készültek fel az iskolai tanulmányokra. Mint leendő elsős tanítónéni, örömmel tapasztaltam és láttam, hogy a gyerekek jól felkészültek, szívesen fogadják a mesét, örülnek, ha játszhatnak, egy picikét az ő gyermeki világokat mutatják be, és nagy
örömmel tapasztaltam azt, hogy azok a gyerekek, akiket már mint leendő elsősöket, meg leendő elsős tanítónéni hetente látunk az iskolai előkészítőkön, másfajta feladatokban is nagyon szépen részt vesznek. A jubileumi rendezvényen a Hét Színvirág óvoda valamennyi tagintézményének vezetője emlékplakettet, a szereplő gyerekek pedig oklevelet kaptak, és természetesen a születésnapi torta sem maradhatott el. A Kárpát-medencén túl egy távoli óceáni országgal is bővíti kapcsolatrendszerét a Tanulással a Békéért és Egyesülésért Alapítvány, melynek kuratóriumi elnöke a Madagaszkári Köztársaság konzulja. A sárospataki székhelyű alapítvány célja a kulturális és oktatási kapcsolatok erősítése, melynek során a 10 éve működő civil szervezet megújított tagsággal igyekszik új lendületet adni az együttműködések további erősítése érdekében. Madagaszkár egy szigetország az Indiai óceánon, Afrika délkeleti partjainál. Lakossága 17 millió fő. A helyszín sokaknak egy mesefilmből lehet ismerős, azonban most jó esély van arra, hogy egészen zempléni kiterjedjen a távoli szigetországgal való kapcsolat. A Tanulással a Békéért és Egyesülésért nevű alapítványnak a kuratóriumi elnöke, Madagaszkár budapesti konzulja. Diplomata a héten azért járt Sárospatakon, hogy új lendületet adjanak az alapítvány működésének. Az alapítók szerint a két ország között fokozatosan alakulhat ki a kulturális és oktatási együttműködés. Ami konkrétuma ennek az alapítványnak a közeljövőben, hogy fiatal szakembereket, akik egyébként oktatásban jártasak lehetnek, nyelvet beszélnek, őket eljutassuk, egyébként van erre igény, Madagaszkárig is, mert hiszen a miniszter, aki az oktatási felelős itt volt tavaly évben, 2013 nyarán, és várja tőlünk az elképzelésnek a konkrét formába öntését is. A madagaszkári konzul már több alkalommal járt Sárospatakon, először 3 évvel ezelőtt. Hangsúlyozta, hogy az országban az elmúlt években több egyesület és alapítvány is kérte a támogatásukat, azonban nem tartották őket alkalmasnak az együttműködésre. A pataki tapasztalataik pozitívak, úgy vélik, sikerre vihetik a nemzetközi programot. Attól függ, hogy mit tudunk csinálni együtt, például a kultúrában, például a turizmusral, ha lehet, a tanulással, a együttműködés két ország között, de mondom az is, hogy volt olyan javaslatunk, hogy legyen a Sárospataknak egy testvérváros Madagaszkár. A konzul szerint 24 éves magyarországi tapasztalata nagyban segítheti az alapítvány munkáját, melyben, mint a kuratórium elnöke, különösen sikerorientált. 2014 óta már több mint 250-en tettek esküt Sárospatakon, ezzel pedig befejezték az egyszerűsített honosítási eljárás folyamatát. A 3 kérelmező ezután már személyi igazolvány és útlevél igénylését is leadhatja majd. Sárospatak városa történelmi szerepe miatt is kedvelt helyszíne a honosítási eljárásoknak. A magyar állampolgárságról szóló törvény 2011. január 1-től lehetővé teszi a határon túli magyarok egyszerűsített kedvezményes honosítását. Kérelmet nyújthat be a Magyarországon élő, a szomszédos államokban élő és a nyugat-európai, valamint tengeren túli kérelmező egyaránt. Nem kell igazolni a lakhatás és megélhetés feltételeit. Alkotmányos alapismeretből sem kell vizsgát tenni, elegendő a magyar nyelvtudás. A szükséges dokumentumokkal a járási központok okmányirodáin is meg lehet kezdeni az eljárást. A kérelem beadásától függetlenül szabadon dönthetnek az emberek, hol szeretnének majd esküt tenni. Magyarországnak fő állampolgára leszek. Az alaptörvényt. Az alaptörvényt. És a jogszabályokat. És a jogszabályokat. Tiszteletben tartom. Tiszteletben tartom. És megtartom. És megtartom. Hazámat. Hazámat. Erőmhöz mértem megvédem. Erőmhöz mértem megvédem. Képességeimnek megfelelően szolgálom. Képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segíten. Isten engem úgy segíten. Sárospatak városa kedvelt helyszíne az eljárás lezárásának évszázados történelmi kulturális szerepe kapcsán is. Az elmúlt években több mint 250 fő vehette át a város polgármesterétől a honosításról szóló okiratot. Legutóbb 3 hölgy tett esküt a városházán, mindannyian Kárpátaljáról érkeztek, ketten közülük a teológia hallgatói.
Már csak egy szűk hónapjuk maradt a középiskolásoknak arra, hogy eldöntsék, melyik felsőoktatási intézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat. A fiatalok interneten tájékozódhatnak a szeptemberben induló szakokról, szakirányokról, de döntésüket a személyes találkozások során szerzett információk is segítik. A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos gimnáziumban az Eszterházy Károly főiskola tanárai, az informatikus könyvtáros és a televíziós műsorszerkesztő felsőfokú szakképzési formákat mutatták be. Két felsőfokú szakirányt mutatott be az EGRI Eszterházy Károly Főiskola a Kossuth Lajos Gimnázium utolsó éves tanulóinak. Az informatikus könyvtáros szakirányon olyan szakemberek képzése folyik, akik tanulmányaik befejeztével bármely könyvtár típusban megállják helyüket. Képesek arra, hogy ellátják a hagyományos munkaköri teendőket és a könyvtár informatizálódási folyamatának szervezési és végrehajtási feladatait is. Az információs társadalom korát éljük, amikor az információ szerepe felértékelődik, és lépést kell tartanunk az információs társadalom változásaival, illetve azokkal az elvárásokkal, amiket ez indukál. És olyan szakembereket kell képeznünk, olyan média menedzser és információ menedzser szakembereket kell képeznünk, akik nem pusztán poros könyveket tudnak lapozni, hanem a legkorszerűbb infokommunikációs eszközök segítségével tudják elvégezni a munkájukat. A televíziós műsorszerkesztő felsőfokú szakképzést nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is megismerhették a gimnázium diákjai. A főiskola modern, kitelepülő felszereléssel érkezett a középiskolába. A szakirány jelentősége abban rejlik, hogy a média kommunikáció egyre nagyobb teret hódít a világban. Még a magáncégeknél is nagy előnyt jelent, ha valaki otthonosan mozog a média világában, hiszen a vállalkozások is a médián keresztül mutatják be tevékenységüket. Ráadásul a híráramlás is egyre gyorsabb. Újságírásnak egy új formája ez a nagyon gyors, kistábos, akár egyszemélyes kamerával, mikrofonnal, hangrögzítő eszközzel, fényképezőgéppel egyszerre felszerelt újságíróknak az ideje jött el, és másodpercenként rengeteg információ kerül így föl a különböző hírportálokra, és ezáltal ugye mondhatom azt, hogy a televíziózás, a hírfogyasztásnak a minősége is megváltozik, és erre szakembereket képezni muszáj. Idén még nagyobb jelentősége van a diákok személyes tapasztalat szerzésének, hiszen idén sem jelent megnyomtatott formában a felsőoktatási felvételi tájékoztató. A továbbtanulás előtt álló fiatalok a felvi.hu internetes oldalon tájékozódhatnak a felsőfokú oktatási intézmények által kínált képzési lehetőségekről. Mi nagyon hálásak vagyunk minden felsőoktatási intézménynek, hogy veszik a fáradtságot, helyünkbe jönnek, és itt adnak tájékoztatást képzéseikről, válaszolnak tanulóink kérdéseire, segítve őket a pályaválasztásba, vagy esetleg a szakok megjelölésében. Azoknak a diákoknak, akik szeptemberben szeretnék megkezdeni felsőfokú tanulmányaikat, február 15-ig be kell nyújtaniuk jelentkezési lapjaikat, mely történhet elektronikus formában, de még a hagyományos papír alapú jelentkezési lapok is elérhetőek. Végül főbb híreink még egyszer, egy-egy mondatban. A megye második Széchenyi programirodája nyílt Sátoraljaújhelyen. A városi költségvetés kulturális és közművelődési fejezeteiről tárgyalt a Sárospataki Humán Bizottság. A távoli Madagaszkár keresi a kapcsolatot a sárospataki oktatási szakemberekkel. Önök az Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megtekinthetik a www.zempléntv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!